Köszöntöm Önöket a nagyvárosban. Debrecen természeti értékei kerülnek terítékre a podcastünknek ebben a részében, valamint szó lesz arról is, hogy mennyire fontos a környezeti nevelés egy nagyvárosban. Ebben lesz segítségünkre Váradi Zoltán, a természettár megálmodója és vezetője, akit köszöntök a stúdiómban. Én is köszöntöm, örülök, hogy itt lehetek. Ha Debrecen Természeti értékeire gondolok, akkor azt kell mondjam, hogy én magam például felnőttként ismertem fel igazán, hogy mennyire zöld város egyáltalán Debrecen. De arra gondolok, hogy parkok, fasorok minden városban vannak, de a nagyerdő, a védett nagyerdő a parkerdővel az tényleg egy egyedi jellemvonása Debrecennek, vagy ha a lakótelepekre gondolok, amelyek tényleg nagy zöld területekkel tartkítottak, vagy éppen a családi házas kertvárosi övezetekre, a kertségekre gondolok, sőt az erdős pusztára, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy egy kifejezetten természetközeli nagyváros, Debrecen, én legalábbis így látom. Ön ezt hogy érzékeli? Mondhatjuk természetesen, de akkor kezdjük onnan, hogy van tényleg egy nagyon jó természeti értékünk, ez pedig nem más, mint a Debreceni nagy erdő. Ugye ez az ország első természetvédelmi területe 1939 óta védett, gyakorlatilag ez egyes orszámból került bele a természetvédelmi nagykönyvébe. És valóban zöldnek mondhatjuk egyébként a várost, plánna most így májusban, hiszen már tényleg minden zöld el, És ha belegondolunk abba, hogy hol nincsenek fák a városban, akkor nagyon-nagyon kevés olyan utcát tudunk például megnevezni, amelyeken nincsen legalább egy fasor, van egy-kettő ilyen, e, ilyen például egyébként a Rakowski utca, de a többi e, utcán, hogyha végigmegyünk, akkor legalább az egyik oldalán, de általában mindkét oldalán találunk fasorokat. És igen, ott vannak valóban az említett e, terek, közparkok, azok is általában zöldelnek, e, most rengeteg új fa is e, került telepítésre az utóbbi évben, és még fog is majd. E, és hát e, valóban olyan nagy erdő nem csak annyi, amit körbejár a villamos, hiszen az csak, egy, a, a, csak a parkerdei rész, a nagy erdő ennél sokkal nagyobb. A amit hát én ajánlok mindenkinek felfedezésre, pláne akár most ebben az időszakban is. És ha már a növényeknél tartottunk, ugye zöld az erdő, zöldek a fák, zöld a fű, ezt persze minden nap látjuk, de amit talán kevésbé látunk, érzékelünk, az, hogy ezek élőhelyek. Ezek valóban így van, tehát ja, e, akárha csak a parkerdőbe kimegyünk, ott e, elsősorban ugye az, az érzékszerveinket úgy használjuk, hogy a e, vizuális úton szerezzük a legtöbb információt, Na, de hát ilyenkor, ha kint vagyunk az erdőben, meg eleve a természetbe, akkor kamatoztassuk a többit is, nyissuk ki a fülünket, használjuk nyugodtan az orrunkat, és természetesen tapinthatunk is nagyon sok mindent. Rengeteg olyan inger van, amit a szervezetünk befogad, most például az erdő madárdaltól. Én magam is, amikor jártam, túráztam a nagy erdőbe, gyakran találkoztam erdei állatokkal, kisebbekkel, nagyobbakkal, akár még őzzel is. Velő, előfordult velem is, hogy a túra túraútvonal jött szembe velem. Hogy? Hát, ha például a pallagi részt nézzük, akkor azok, akik a reggeli első futók, ők mindig fognak őzekkel találkozni, hiszen ők lesznek azok, akik felzavarják ezeket a pihenő őzeket. és utána a későbbiekben már, akik később kellnek, azok már nem fognak velük találkozni, de minden nap ez újra és újra ismétlődni fog majd. És az őzek mellett még ott van természetesen rengeteg minden más, nem csak a madarak, amiket már említettünk, de a mókusottal kezdve a sünökig, csak egy kicsit figyelmesnek kell lenni. Egy kicsit természetbúvárnak kell lenni. A természetbúvárság persze fontos, de a hétköznapok során talán kevéssé találkozunk ezekkel az élőlényekkel, ha meg igen, akkor meglepődünk. Például, hogyha egy nagy erdő közeli utcán időnként megjelenik egy, egy vaddisznó, akkor ugye ezt a média szenzációként szokta tálalni. Pedig hát azt gondolná az ember, hogy ez nem is olyan meglepő, hiszen egy erdővel együtt él a város. Ön egyetlen hogyan látja ezt a jelenséget, hogy hogyan élünk mi együtt ezzel a nagy erdővel? Ugye ez egyébként nem csak De Debrecenre jellemző, ez az ország számos, sőt a világ számos más pontján is előfordul ez. Egyértelmű, hogy valamilyen szinten mi terjeszkedünk, tehát a városlakok terjeszkedünk túl, és sajnálatos módon előfordulnak bizonyos hibák is. Tehát meg lehet figyelni, hogy azokon a részeken, ahol közvetlen erdő kapcsolat van a mellette lévő utcai lakott övezettel, ott bizonyos emberek nem jó dolgot cselekszenek, kivisznek kerti hulladékot, kivisznek akár élelmiszert is, és ilyenkor akár a, vagy akár a a szemeteseket fogják felkeresni az erdély állatok, elsősorban például a vaddisznók, de ugyanígy bejönnek a rókák is. Ezek szerint, hogyha megfelelő módon akarunk együtt élni a természettel, például a nagy erdővel, akkor nekünk magunknak is jobban át kell gondolni ezt a viszonyt a mindennapokban. Hát mert csak azért is, mert nem mi voltunk itt előbb, hanem ugye ezek az élőlények. Másrészt pedig ugye be kell tartanunk azokat a szabályokat, amelyeket amelyek a természetvédelmet fogják majd szolgálni. Beszélgetésünk elején említettem ugye a lakótelepi nagy zöld területeket, de hát van ott más is, ugye a közösségi kertek. Ez pedig azért érdekes talán, mert nekem úgy tűnik, hogy Debrecen mintha nagyon könnyen megszerette volna ezt a kezdeményezést a közösségi kertek kezdeményezésért. Miért van ez, hogy nálunk ez ilyen sikeres? Uh, jó pár évvel ezelőtt indult az első, ugye a Future of Debrecen mozgalomnak volt a, az első ilyen nagyobb horderejű, uh, mondjuk az, hogy találmánya és vívmánya, hogy Debrecenben is létrejött az első igazi közösségeket. Volt már közösségi kert, hiszen az Agrártudományi Egyetemnek a hallgatók felé van közösségi kertje, de a Vénkertben létrejött az első, és ugye a tavalyi évben nyitott még két új, ugye kapott egyet az új kert, és kapott egyet a tócós kerti rész is. Egyáltalán milyen hatása van egy ilyen közösségi kertnek egy lakóterepre. Tehát, hogy csak azokat érinti ez, akik éppen egy adott kis parcellátágyást gondolznak ott, vagy van ennek valami fajta nagyobb hatása is? Én azt gondolom, hogy első körben mindenképp azokat, akik parcellatulajdonosok, tehát akik nap mint nap mennek és kertészkednek maguknak, de mivel a közösségi kerteknek a szervezővédési köre, illetve azok, akik az adott évben parcellatulajdonosok, a, a következőben mások is igényelhetnek parcellát, mert ez egy rotációban, egy forgásban vannak a kertészkedők, és így van egyrészt egy szemléletformálás, és van egy nagyon fontos hatása, van egy közösségteremtő hatása is és mennyire látogatható ez egyáltalán a környezeti nevelésben, mennyire tud részt venni egy ilyen közösségi kert? Ugye nekem egyébként is veszőparipám a környezeti nevelés, e, mellette úgy gondolom, hogy talán a vénkerti közösségi kertet hoznám fel, mint legjobb példát, amellett, hogy ők országos szinten is már rengeteg díjat besöpörtek, és természetesen minden elismerésem az övéki, mert amit csinálnak, az fantasztikus, de az ő közösségi kertjük részben nyitott is, az engedik egy-egy előzetes bejelentkezés alapján, például iskolások, óvodások, csoportok, osztályok látogathatják, és példaértékű jó gyakorlatokat szerezhetnek. Amikor a közösségi kertekről beszélünk, akkor arra is gondolni kell, szerintem legalábbis, hogy ez egy olyan fajta szemléletformást is el tud indítani, hogy másképp nézünk, nem csak a kertekről, hanem akár éppen a nagy erdőre is. Mindenképpen, bár a közösségi kertekhez még visszatérve azért itt van egy olyan lehetőség, hogy azok, akik eddig mondjuk a hatodik vagy kilencedik emeleten laktak, most tényleg eh, hozzájutottak egy pár négyzetméternyi szabad földterülethez, és ők ezen nem csak az, hogy kielhetik a saját kertészkedési vágyukat, hanem rengeteg új információt szereznek, amelyeket a későbbiekben kamatoztatnak. Ez azt jelenti, hogy másképp néznek a világra? Mindenképpen, ez mindenképpen, és akkor egyrészt nem csak arra, hogy most saját maguknak termelik meg azt a pár paradicsomot, répát, vagy éppen uborkát, hanem gyakorlatilag eh, hozzájutnak eh, azokhoz az információkhoz, mint például vegyszermentes gazdálkodás, a körforgásos gazdaság, a komposztálás, tehát nagyon sok érdekes dolgot tanulnak meg, sajátítanak el, és adnak is tovább. És hogy tapasztalja, mennyire nyitottak a Debrecenek, mennyire érdeklődők, mennyire kíváncsiak, szoktak hivatlanul is betoppanni mondjuk egy közösségi kertbe, ott nem tudnak, mert ugye, mint mondtam, hogy előzetesen be kell jelentkezni, ugye kívülről rengeteg szemlélő van, másrészt ugye ezeknek a kerteknek van egy közösségi médiában lévő oldal, amiket nyugodtan lehet követni, és rengeteg érdekes információt osztanak meg, másrészt meg valljuk be, hogy ez látványban sem utolsó. Tehát amikor az emberek ott elsétálnak, azért én is, amikor kint vagyok egy-egy közösségi kertben, és beszélgetek az ottani kert tulajdonosokkal, akkor látjuk, hogy a külső sétálók is szívesen néznek be, megállnak, fényképészkednek, tetszik nekik ez. Ezek szerint a nyitottság megvan a természet iránt, de hogyan lehet ezt segíteni? Az ön személyes munkája hogyan tudja ezt segíteni? Kezdjük talán a természettárral, amit a hosszú évek munkájával gyűjtött össze. Ez gyakorlatilag egy természettudományi gyűjtemény? Igen, mondhatjuk mindenképpen. Ennek hogy a természettár idén most már 11. évét fogja taposni, de emögött van 42 év gyűjtő munka, és szintén itt a környezeti nevelés lép be, hiszen akkor, amikor létrehoztuk és megnyitottuk ezt a, magát a természettárat, akkor itt egy hiánypótlást szerettünk volna Debrecen városában, hiszen olyan jelentős és látogatható természettudományos gyűjteményen nincs jelen pillanatban Debrecennek. Más nagyvárosokban, akár Gyulán, Szombathelyen, meg hát természetesen Budapesten találkozunk velük, itt pedig szerettük volna ezt az egészet az oktatásba beállítani, hogy akár egy, egy rendhagyó biológia óra, egy környezetismert óra keretében látogathatók, és ehhez kapcsolódik hozzá az összes többi, már nem természettárban lévő úgymond külsős programunk. És melyek ezek a programok? Tehát ugye itt nem négy fal között működik a természettel, hanem ez csak egy fogalom, ami mögött egy tevékenység van. Hogyne, tehát ugye az, hogy van egy törzsgyűjteményünk, és ugye ezt meg lehet nézni, ez igazán most már mondhatni, hogy ez az alap, de emellett ugye rengeteg vándorló kiállítást építünk fel, ez ebből most Debrecenbe is túrnézik, pont a tegnapi nap folyamán nyitottuk a Tisza virágot a Borsos villában, a Demkinek egy, azt mondom, hogy egy ékszer ég, doboza a vénkertben, de még látható a Méliuszű központi könyvtár a virágnyelven kiáltásunk jövő héten Józsa kapja a Magyar-Kégenföldön című kiállítást. Ezek mind-mind szemléletformáló, tudásbővítő kiállítások, de már túlléptünk Debrecennek úgymond a határain, hiszen az ország számos részében jelenleg is turnéznak kiállításaink. És ha már a szemléletformás és ez a fajta aktivitás került szóba, ugye itt vannak akár természetisíták is, amiket szerveznek egyáltalán, milyen formákban lehet átadni azt a fajta természet szeretetet, természet szemléletet, amit ön is képvisel. A természetismereti sétából többféliből lehet egyébként választani. Ugye vannak azok, amelyek kifejezetten az iskolásoknak szólnak, ez egy tanórán kívül is séta, tehát kijövünk a négy fal közül, és a valóságban tapasztaljuk meg azt, amit eddig csak a könyvekben láttunk, hogy néz ki a szent színege, gyakorlatilag hogy milyen egy kocsányos tő, hogy ezeket fogjuk megismerni a gyerekekkel, és vannak azok a nagy nyilvános programok, amikhez bárki csatlakozhat, ezek előre meghirdetett időpontokban vannak, és végigjárjuk azt a mondjuk nagy erdőnek vagy parkerdőnek azt a részét, amely érdekes lehet mindenki számára, ahol nap mint nap egyébként eljárkálnak az emberek, csak éppen nem veszik észre azokat a dolgokat, amelyik körülvesznek minket. Hát megtanulnak nyitott szemmel járni? Mindenképpen, vagy nyitott füllel. E és a gyakorlatilag ezek e e e e a természetismereti séták, ezek azért is érdekesek, mert nagyon sok olyan dolgot kapcsoltunk most már az útvonalhoz, például a Future of debrecen a tavalyi évben átadott madár sétányát, ami plusz információkat szolgál plusz információkkal szolgál. Nem csak az, hogy megmutatjuk, hogy hol lakik a széncinege, vagy milyen egy lepkeházacska, hanem itt ezt nélkülünk is végig tudják járni az emberek. Kihelyzett információs táblák vannak, amiket végig lehet olvasni, QR kóddal be lehet olvasni, még több információt, és ez gyakorlatilag én hiszek egyébként az élethoz tartó tanulásban, és nem csak gyerekeknek szól, hanem mindenkinek. Említette a Future of Debrecen, ez egy mozgalom, amelynek ön, amelynek ön is tagja, és felmerül a kérdés, hogy egyetlen ön miért csatlakozott, és mi az, amit ön hozzá tud adni ehhez a mozgalomhoz, amelynek ugye lényege, hogy a zöld és fenntartható városfejlődésért dolgoznak. Pont ezek a környezeti nevelési programok, tehát ilyen volt például a tavaly átadott madárlakópark, amelyek most is továbbra is futnak ezek a programok, vagy mint az évfája nevezések. Azt gondolom a szemléletformálásban fontos az is, amely mögé ön gyakorlatilag kezdetektől beállt, az évfája debreceni nevezései. Az első évfája nevezés az még 2021-ben, vagy 2020-ban indult, az még természettáros nevezés volt, ugye ez egy déli téri kocsányos tölgy volt, amelyik akkor elhozta az ezüstermetes a külön díjet, és a következő évben már Future of Debrecen ként, vagy of Debrecen nevezte a Csokonai Színháznak a csüngő japánnak párosát, mint a kultúra párosát, aki el is nyerte az aranyérmet a következő év ez most kimaradt, és akkor most pedig jön a következő, ami még titkos, még várunk egy, egy, pár napot, és utána pedig indul az a verseny is. Milyen hatása van az ilyen fajta nevezéseknek, pályázatoknak, és persze eredményeknek, amikor évfája lehet egy debreceni fa? Én azt gondolom, hogy elsősorban a közösségformáló és szemlélet, vagy közösség, igen, mondhatjuk ezt, hogy közösségformáló, de ugyanakkor szemléletformáló is. Az emberek felfigyeltek ezekre a fákra. Nagyon sokan voltak, különösen az első nevezésnél, hogy nem is tudták, hogy ott van a déli téren a kocsányos tölgy, pedig egy hatalmas, nagy, magányosan álló fáról van szó. Van Debrecenek rengeteg ilyen értéke, és próbáljuk pontosan ezeket a fákat úgymond megmutatni mindenki számára, ami ugyanaz, mint az erdei hogy nap mint nap elmegyünk előttük, de nem vesszük észre. Őket. És mit gondol, mennyire nyitottak mindenre az emberek? Mert nyilván én is tapasztalat, hogy akár a Nagy Erdőben sokan sétálnak, kirándulnak, tényleg közkedve egy népszerű hely, de a, a lakótelepekben található közösségi kertek is nyilván azok. De valójában mennyire nyitottak a természetre a debreceniek? Szerintem mindenki nyitott rám. Bizonyítja ezt például egy ezüstérem, illetve egy aranyérem az évfája esetében. Bizonyítja az, hogy a közösségi kertekbe való jelentkezéskor szinte minden esetben túl jelentkezések vannak. És bizonyítja az, hogy azok a programok, amelyek külső helyszínen zajlanak, például a természetismeretés ezek egyre nagyobb számban, egyre nagyobb jelentkező számban valósulnak meg. Mennyire nehéz egy ilyen, egy ilyen élményszerű, heurisztikus sétát végigvinni, mennyire hajlandóak az emberek ténylegesen nyitott szemmel és fülel járni a természetben? Nem nehéz, az a neve, hogy élmény. Egyáltalán nem nehéz. Akkor ön csak kíséri? Mondjuk azt, hogy, hogy, vezetem ezt a sétát. Tehát azokat az információkat, amiket elmondunk, akár én, akár a kollégáim, gyakorlatilag ezt nagyon sokan már tudják. És ezt visszajelzésekből is tudjuk, hogy ú, régen valaha tanultuk, ugye ezt egyetemen a felnőtt korosztály fogja mondani, de ugyanakkor vannak azok az információk, amik tényleg az érdekesek, amik, amikről esetleg nem hallottak. Vagy megmutatjuk az összefüggéseket, és ilyenkor, ah, hát nem is gondoltunk volna erre. Tehát ezek lesznek azok a kis apró Elmények, amiket az emberek szívesen eljönnek ezekre a programokra. Tud esetleg ilyen példát mondani, amivel meg lehet ragadni az emberek fantáziáját? Ezekben vannak nagyon-nagyon egyszerűek. Például most, ha kimegyek a parkerdőbe, akkor van egy tért középig érő növény, úgy hívják, hogy zamatos turboja. Senki nem vesz észre, gyönyörű szép élénkző, már most virágzik, de meg lehet szagolni. És fantasztikus illata van, ilyenkor el szoktam mondani, nekik, velünk vannak a sétán, hogy tépjenek le egy pár levelet, dörzsöljék össze az ujjaik között, és, és, utána szagolják meg. Eddig eszükbe se jutott volna, hogy ezt megszagolják. Amikor a gyerekek tépik le, akkor ők mindig azt mondják, hogy szaga van. Nem negrószaga van egyébként, hanem ánizsi van, és ugye azért mondják a gyerekek ezt a negrót. De az, hogy megszagolják, és ah, milyen jó, milyen érdekes, amikor elmondjuk, hogy egy-egy növény ehető, hogy tavaszi saláta boglárkától kezdve a most nyíló pikpangokig, ezek olyan tényleg alapinformációk esetlegesen mondjuk egy természet búvárnak, amik a többieknek, a másoknak, akik ennyire nincsenek elmerülve a témába, eszükbe se jut ön önmagát is természetbúvárnak tartja. Egyáltalán honnan jön ez az elköteleződés a természet iránt, a természet szépsége iránt? Ez gyerekkorból fakad. Nem tudom megmondani igazán, de hogy pontosan mikor az óvodás életemet már javába ebben a természetbúvár szellemiségben éltem, és az én szüleim azok nem ebben a témában vannak egyébként otthon, de úgy gondolták, hogy ó, hagyd csinálj, hogy nyugodtan a gyerek ma egy kirövi. Hát ez nem sikerült, tehát én maradtam továbbra is természetbúvár és aztán persze a tanulásnál is ezt tartott a szem előtt. Természetvédelmi mérnök, és még mi minden? Hát, igen, természetvédelmi mérnök vagyok, és természetpedagógus is. Szeretem egyébként ezt csinálni. szem, ez egy nagyon jó dolog, hogyha az ember azt csinálja, amit szeret. Én pedig úgy gondolom, hogy, hogy erre nem csak úgy gondol, hogy az életemet tettem fel, hanem gyakorlatilag ez, ez a mindennapjaimat úgy tölti ki, hogy ez, ez minden nap egy élményt nyújt. És ehhez mennyire partner Debrecen ön úgy érzi, hogy itt még mindig lehet és kell tenni a természeti nevelés terén? Ezért mindig lehet. A, 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 környezeti nevelést is, mint minden más, az innováció viszi előrébb. A természettárban a kollégáimmal együtt pont mindig azon dolgozunk, hogy mindig valami újat találjunk ki, mindig valami olyan dolgot, ami lehet, hogy meghökkentő, de, de legyen benne egy olyan innováció, amire azt mondják az emberek, hogy ó, ez tök jó, mi, mekkora csapattal dolgozik, kik adják az ötletet, kikkel dolgozik egyáltalán, hogy működik ez a háttérben? Nem vagyunk egyébként sokan, illetve vannak mögöttünk mégis sokan, mert ugye rengeteg önkéntesünk van, akik besegítenek ebbe. A konkrét kollégáim azokkal pedig napi, mindennapos kapcsolatban gyakorlatilag elkezdünk agyalni, hogy mit kellene kitalálni. Na most a mit kellene kitalálni, ugye ma, most május van, de ha mit kellene kitalálni, az már körülbelül olyan, olyan október és novembernél járunk. Tehát mindig sokkal előrébb dolgozunk, mint a, amiben éppen élünk mire készül most éppen. Most túl vagyunk a Tisza Virág kiállításon, még lesz egy nagyon nagy kiállításunk, az majd 7. húban, júliusban fog nyílni, ezt most még egyébként titokban tartjuk, meg hát jön a nyár, ugye a nyár az egyébről nem szól, mint a természettár szaktáborokról, ugye ilyenkor nagyon sok gyereknek fogunk nem csak tudást és ismeretet nyújtani, hanem élményt is, és hát utána pedig majd jön az ősz, amikor szintén a nyár után gyakorlatilag újabb és újabb programokkal általában fogunk majd készülni Általában ez úgy van, hogy az első fél év gyakorlatilag elfeleződik ugye a, a tábor miatt, és a következő fél pedig teljesen új dolgokkal rukkolunk elő. Zárásként egy picit beszéljünk ezekről a szaktáborokról. Hogyan épül fel a program, milyen, milyen korosztálynak, mit kínálnak? a természetes szaktáborokban általános iskolásokkal mondjuk azt, hogy dolgozunk együtt, és azért dolgozunk együtt, mert tényleg minden egyes tábori program, akár az előadások, akár a foglalkozások, de még az azok között lévő játék is a biológia és a környezetismeret tudománya körül forog. Nagyon-nagyon élvezem egyébként ezeket a táborokat, bár azért hozzáteszem, hogy a tábori időszak végére azért nem csak én, hanem a kollégáim is kegyetlenül elfáradunk. Na de hát ebbe pont ez a legjobb, hogy élményt nyújtunk, és nem nem csak a gyerekeknek, hanem úgymond a szülőknek is, mert tisztában vagyunk vele, hogyha az a program, amit a, a gyereknek élmény, az onnantól fogva a gyerek, mikor hazamegy és mesél, az a szülőnek is az. Ezzel a beszélgetésünk végéhez értünk. Nagyon köszönöm Váradi Zoltánnak, hogy eljött hozzánk és megosztotta velünk a természetünkkel, a természeti környezetünkkel kapcsolatos gondolatait. Önöknek pedig köszönöm, hogy ismét velünk tartottak a nagyvárosban.